Több szerződést is aláírt a szerb küldöttség Kínában Alekszandar Vučić elnök vezetésével. Egyebek mellett az úthálózat fejlesztéséről egyeztek meg. Csak nem 4 milliárd eurót hoznak a távol-keleti országnak az infrastruktúra fejlesztési megegyezések. Szerbiának pedig 300 km új utat, jelentette be Goran Vesić, szerb építésügyi miniszter. Aláírták a szabadkereskedelmi megállapodást is Pekingben. A szerződés szerb részről 10.412 terméket, kínai részről pedig 8.930-at tartalmaz. A megegyezéssel kapcsolatban Alekszandar Vučić hangsúlyozta, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény új távlatokat nyit a két ország kapcsolatában. Orbán Viktor magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben. A két vezető egyeztetett a magyar-orosz együttműködésről a gáz- és olajszállítások, valamint a nukleáris energia területén. Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta. Kifejtette, az egész kontinens, így Magyarország számára is kulcsfontosságú, hogy legyen vége a menekültáradatnak, a szankcióknak és a harcoknak. Várhatóan 10 napon belül megjelenik Szabadka város idei energiahatékonysági pályázata. Kizárólag lakosok pályázhatnak családi házak és lakások energiahatékonyságának korszerűsítésére. Az önkormányzat illetékesei a napokban a szabadkai és környékbeli települések helyi közösségeiben is tájékoztató előadásokat tartanak a pályázat részleteiről. Ezeket majd a beérkezés szerint bírálják el a 25 millió dináros keretösszeg kimerüléséig, melyből az illetékes minisztérium 15 millió dinárt fedez, Szabadka önkormányzata pedig további 10 millió dinárt bocsájt rendelkezésre. A polgárok egy vagy több befektetés támogatására pályázhatnak, illetve csomagokra is. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a nőknél ez a leggyakoribb daganatos betegség. Szerbiában évente mintegy 4600 újabb esetet fedeznek fel. Az újonnan diagnosztizált betegeknek mintegy 10-15%-ánál már áttétes a betegség. Ezért nagyon fontos a korai felismerés és a szűrővizsgálatokon való részvétel, hangsúlyozta dr. Bagi Teodóra, a Szabadkai Közkórház onkológusa, azon a sajtótájékoztatón, amelyet az Egymásért Egyesület képviselőivel együtt tartottak a Szabadkai Városházán. Az Egyesület pénteken, október 20-án emléksétát tart az Egymásért Egyesület alapítója, Tanya Antić emlékére és a melldaganat elleni küzdelem hónapja jegyében. Az érdeklődőket a Szabadság térre várják 16 óra 30 perckor, ahonnan majd elindul a séta a Sugárúton keresztül a sportcsarnokig.